azt kérdezte meg, hogy kivéshette ezt a követ. És egy fiatal ember jött ki rá, tehát hogy egy gyerek. De az idei... Vagyis, hogy nem egy igazi szédülés, de... De halasszanak a zsebben. Nagyon furcsa. És ugye azt mondta, hogy itt lent hideg. Ott hideget éreztem, de nagyon gyorsan, lassan kell. És van egy pont, ahol viszont olyan, mintha ünnepelni a kezét. Remélem, hogy ezek nem paresztéziát, tehát nem egy érzékelési zavar.
kisugárzás jelennek a kőnek. Igen. Tényleg kisugárzás. Igen. És ez hol? Itt nagyon erős ég. Azt nézem, hogy a belemeltük. Katika, az másodikosok kéz és sok más energia öleli, és ezt teletére emeltette Özséb a kápolnát. Pista bácsi volt már a főnél? Pista bácsi. Megtalálnak ilyen föld alatti járatokat, hogy menekülést biztosít. Tehát általában úgy szokott lenni, hogy középkorban, de még az 1600-as években is, tehát amikor tatárdulás volt, a török segédcsapatai jöttek, ezen a területen nem nagyon voltak, de például Erdélyben voltak, itt inkább rácokkal végeztették a piszkos munkát, akkor a templom volt az utolsó menedék, tehát oda jöttek be, és ha azt is rájuk törték, tehát itt is végveszedelem volt, akkor szépen lejöttek, és akkor itt el tudtak föld alatt menekülni. Tehát ezeknek biztos, hogy volt egy ilyen védelmi funkciójuk, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal több is volt. Tehát ha ez csak ilyen célt szolgált volna, akkor nem vezették volna az oltár alá. Tehát ha egyszer az oltár alá is vezetik, akkor az azt jelenti, hogy ennek valamilyen más egyelőre nem tisztázott. Tehát éppen ezt szeretnénk tisztázni, hogy most rendben vagy nagyjából sejtjük, vagy jó részt, hát meg is maradt máig, hogy mi volt a föld felszínén. Tehát mi zajlott le egy templomban a föld felszínén. De hogy a föld alatti részen mi zajlott le, arról szinte semmit nem tudunk. Tehát beszélünk altemplomokról, beszélünk kriptákról, de azt nem tudjuk, hogy lényegében ott mi zajlott. Tehát általában azt mondjuk, hogy ugyanaz, mint fönt, csak egy emelettel lejjebb, de ez nem valószínű. Tehát éppen, ha többet meg akarunk tudni arról, akkor kellene az ilyeneket nagyon is megóvni, mert itt egy föld alatti erőnek az oltára való megszentelése, hát most nagyon nagy kör, vagy kinagyolva ezt így tudnám megfogalmazni, meg különben nem vezetne az oltár alá. Márpedig hiába barokk a templom, ezek a barokkori megnagyobbítások, ha mást nem is, de a szentét mindig meghagyták az eredeti helyén, mert az oltár az egy szent helyen volt. Tehát azt még esetleg kicsit átalakíthatták barokk formákra, de nagyon gyakran meg is hagyták a gótikus vagy a románkori formában. És azt nyugat felé, tehát ahol a közönség, a beavatatlanok helyezkednek el, ott nagyobbították, és ott építették újra, ha újraépítették. De a szentély helyén maradt, és az oltár meg kifejezetten a helyén szokott maradni. Tehát ami oltár alá vezetés régebbi, az azt jelenti, hogy egy rítusnak lehet a helyszíne, a felvonulási tere. Tehát azt jelenti, hogy kell számolnunk egy föld alatt zajló rituális szertartással is, ami egyelőre egyáltalán nem jelentkezik a szakirodalomban. De az egyháziban sem. Tehát nem csak a világiban, az építészet történetiben. Pedig nagyon sok a nyom rá. És az, hogy ma el akarja tüntetni ezt a világi hatalom is, meg az egyház is, az arra van, hogy nem tud vele mit kezdeni. Tehát ő már megírta maga a művészet történetét, ő már megírta maga a vallás történetét, abban nem fér bele, tehát tűnjön el. Mert sajnos ez a helyzet. Hát igen. De a kis faluban mi lehetett az a szent hely? Hát ez... magának a szántónak a nevében nem csak a szántó van, amikor szántó, hanem a szent is. Tehát ezt még már észre kellett volna venni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenképpen szent hely volt szántó. Most, hogy miért, nem? Hát például az Özséb miatt.
Hát boldog Özséb azért mégiscsak Szántóhoz kapcsolódik. Tehát ez azt jelenti, hogy hát ő, mint remete, tehát szabadban, hosszan, elmélyülten tartózkodó, nyilvánvalóan érzékeny volt azokra a földsugárzásokra, amiket mi ma műszeresen, vagy hát most már van, aki ugye nem csak műszerre, hanem saját kézrátéttel is érez. Na most ezek között nem csak, hát hogy mondjam, leépítő jellegek vannak, mint amilyen a vízér, meg amilyen a hartmásugárzás, hanem vannak olyanok, amiket úgy szoktak nevezni szökőkútszerű, és ilyenek fölé emelték a szentélyeket. Tehát ezek jótékony sugárzások. Érdekes, hogy ezt például ma alig tartják számon. Tehát aki sugárzásra foglalkozik, az szinte csak a negatív sugárzásokat tartja nyilván, és azokat próbál hatástalanítani. Pedig akik ilyennel foglalkoztak, én egy történetesen osztrák kutatónak több évtizedes kutatás utáni összegezett beszámolóját, ez egy könyv, olvastam, ahol végigjárta Írországtól Rómáig, tehát Rómában magában is, az összes számon tartott nagy szent helyet, tehát a legfontosabbakat, egy Chartres-t, egy Reims-et, egy mondjuk a Szent Clementét Rómában. És mindenütt azt tapasztalta, hogy ahol az oltár van, ott ez a bizonyos szökőkútszerű jótékony sugárzás van, kivétel nélkül. És ezt egészen az őskor késő szakaszától ki tudtam mutatni, folyamatosan. Tehát a San Clemente Bazilikában például az egy elég híres jelenkori temploma is Rómának. Ott megvan előtte az ókeresztény, és megvan alatta, azt hiszem, hogy Mitraeum volt, tehát a Mitras kultusznak volt szent. Tehát mindegyik ugyanarra a helyre telepítette az oltárát. Tehát itt azt jelenti, hogy ezek egy bizonyos érzékenységi fok után egyszerűen oda vonza az embert. Tehát Özséb tipikusan ilyen érzékenység, vagy még sokkal érzékenyebb volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt a környéken, több helyen is, meg benne a Pilisben is talált ilyen helyeket, és az egyik, az én elképzelésem szerint ez lehetett. Persze ez egy feltételezés. Ez nem tény. Köszönöm, Gábor. Hát nagyon szívesen. Ha minden rendben lesz, akkor kihozzuk. Hát, szóval nem a legszerencsésebb, különösen a fagy, mert ott repedések vannak, hogy bele tud menni. Ebben a kicsit karikatúraszerű megfogalmazásban. Tehát egy fej önmagában ez mindenképpen egy szellemiséget jelent, ami még nem öltött testet. Tehát ez az őskorban is így van, ezért van, hogy koponyákat külön beépítenek például a falba, és faragványokban is, hogy csak a fejet adják, azt jelenti, hogy az a szellemiséget idézi oda. Na most a szellemiséget általában kiteljesedett formába idézik meg, nem pedig profilban, mert a profil azt jelenti, hogy még útban van a kiteljesedés felé. A profil az mindig mozgást tartalmaz, tehát egy bizonyos irányultság. Az nem lehet, hogy a profil az alsó, és annak a profil, mint mozgás született meg a felső ábra. Igen, szóval mindenképpen egy szellemiségből születik, és annak is a legmagasabb szintjén, tehát az úgynevezett koronacsakrának a működési szintjén. Most ez két dolgot jelenthet, vagy az, hogy az ő gondolatai szülték ezt a nő alakot, már akármi van annak a kezében, a másik pedig, hogy a nő alak száll le, hogy nyugodjál már meg, bátyám. Tehát egy állandóságot, egy földi megállapodást kölcsönde neki. Tehát... Hát akkor további sok erőszínű alatt. Egy kis bányolalmaz szeretnék. Hát akkor megyünk hátulról. Mindjárt egy pillanat. És ha meg is hűrünk, már meg is van. Bocsánat, itt tessék, parancsolj, mire fárnak. A kapukat, a kapukat. Lejáró volt. Hát persze. Erre érdekes, nem? Ez már itt a bolti kiadványai nem voltak itt, már csak feltöltés volt. Le volt szakítva. Ami 250 év alatt megsüllyedt, és így tudott ez a padozat beszakadni. Így igaz. Hát ez ilyen cserkőszerűvel a falazva és mézbe. Thank you.
Ziribár fölött ébred a fény. Itt van a völgynek a... Érted? A völgynek a tetején emelkedik ki. Kedves szántójak! Ziribár annyit jelent sumérul, hogy éledő, ébredő, éltető, életet adó fény. Ime Ziribár fölött előjött a fény. December 21-én majd fölmegyek a László kúpjára. Most december 10-e van, és valahol itt állhatott annak idején a Ziribár név elnevezője. December 21-én van a napéforduló, tehát ettől a naptól kezdve ébred a fény, éled a természet, ettől kezdve hosszabbodnak a napok. Na, Levente! Gyönyörű! Csodálatos! Hát ezért érdemes volt fölrohanni ide a hegy tetejére. Majdnem elszúrtuk. Mert olyan tiszta egyébként, hogy nem lehet észrevenni, mert kicsit párásabb lett volna, akkor az ember látja, hogy már hol kell föl. De pont ott nem ott volt a legvilágosabb. Gyönyörű. Most a jövőben megépülendő barlang kápolnának a szájából nézem a napot. Ide szeretnénk a kápolnát építeni. Őseink megjelölték. Most még december 10-e van. Az árnyék pont a közepébe van. December 21-én pedig már eltűnik az árnyék is onnan valószínű. És a holló is megjelent, persze. A holló pár itt van. Megy a nap felé. Pilisszántó fölöd éled a fény. Gyönyörű falu. Istenem, de jó, hogy itt élek. Most jól látszik egyébként, hogy... Na jó, menjünk haza. Vagyunk a kis Pilisen. Ez itt a László kúpja. Ott lent messze a völgybe megszólaltak a harangok. Csak sajnos a felkeltét nem látjuk. Pedig azért jöttem ide, mert ez egy nevezetes nap. 2022. 12. hó 21. Reméltem, hogy fölkel a nap, de sajnos erről le kell mondanom. Ők is ezért jöttek. És most ismét itt vagyunk, a Szent László kúpján.
Kispilisen. Ilyen a hajnal. Hét óra múlt, és pirkad a nap. Ott lent a falu még alszik, most ébredezik. Karácsony első napja lenne holnap. Káprázatos örös színben ragyog az égbolt. A hold még megvárja a napot. Itt a Csévi erdő felett. Pomázi földj fölött beszorult a köd. Hát megy a hosszú hegyen túl. Középen a Nagykevély. Itt jobbra a Ciribál-hegy. És ezt a hölgyet nevezzük Ziribálnak. Pilisszen kereszten is csönd van. A Ziribál szóba több fogalom belefér. Például hegyszoros. Stimmel. Például újjászületés. Stimmel. Például éled a új év. Stimmel. Hét óra 30 perc. Mínusz 12 fok. Azért a kamerát tartom. És a faluba megszólalt a karácsonyi harangszó. Ide hallatszik a László kópjára is. Itt az erdőből kutyaugatás olyan, mintha farkas vonyítana. Ezen a napkertén van áldás. Abban a pillanatban szólalt meg a harang is. Véletlenül. Teljesen elgében ettek az ujjaim ebbe a mínuszba.
a harang, és felkelt a nap. Kezd felszakadozni a pára is, ahogy a nap felszívja. Az iribár fölött is átbukik a köd. Nagy kevély. Zsámbéki kemence, vagy kemence medence. A Csabai erdő fiókok. Pilisi medence. Na most már nagyon kezd erős lenni a fény, de még mindig gyönyörű. Ezek a felhők Csévre mennek Szántóról. Sziasztok, üdvözöljük a csévieket. Na jó. Még akkor elbúcsúzunk a falutól. Szevasz Pilis Szántó, boldog karácsonyt! Meg utána tudnánk Esztergomba bizonyítani, és már itt volt a múzeumigazgató, és az érdeklődik, tehát mi csak egy pici oldalról tudnánk megtámogatni, hát te több embert ismersz, vagy nyilvánosságra hozni, vagy... Szóval nagyon sok apró módja van annak, hogy legalább érdeklődjenek, és ne csinálnak belőle misztikát. Én azt hiszem, hogy nyilván végig kell járni a hivatalos és hivatali utat. De most megvan ez addig, amíg lehet. De illúzióim nincsenek, szóval amikor azt tudjuk, hogy Szent Katonai Bálint Gábor elküldte a Magyar Tudományos Akadémia a múlt század végén, hogy kutassa a magyarok őseit, és szorgalmasan küldte haza úti jelentéseit a Kaukázus környékéről. Akkor a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Hunfalvi, vagy Hunsdorfer eredeti nevét, ezeket a jelentéseket sorra elégette. Ott olyan kérdefokat, a bizonyítékokat tárt elő a Magyar Tudományos Akadémiának, mert megjelenik róla egy közlés, és utána 100 évig elföldelik. Olyannyira, hogy senkinek nem szabadott hozzányúlni, és amikor egy felvidéki magyar történész, bizonyos Blaskovics József valahogy megszerzi, mert ő turkológus volt, megszerezte a kéziratnak egy másolatát, és azt lefordította a magyarra, akkor szabályosan majdnem, hogy odadották Koncnak a szlovák titkosszolgálat, csehszlovák titkosszolgálat ebben énnek, hogy nem is én Magyarországról és a magyar nemzeti örökséget megkárosítva módon kirakodott a feladat. I. és Gyulának a teljes tekintélyét lakba kellett vetnie, hogy ez a könyv ezer példányban megjelenhessen annak idején, de aztán el is tűnt. Szóval illúzióim nincsenek, mégis azt mondom, hogy ezt az utat is, a Tudományos Akadémia útját járni kell, szépen szorgalmasan kell írogatni a leveleket, és esetleg valóban a Világszövetség annyit tehet, hogy a maga részéről, hogyha erről a lépésekről értesül, akkor mint egy védőpajsként működik, tehát legalábbis a nyilvánosság felé mindegyik megmarad az a lehetőség, mert minket azért mégis nehezebb elhallgattatni, mert elhallgattatnak Magyarországon, akkor megszólal Svájtba, és hogyha elhallgattatnak Svájtba, megszólal Németországon, vagy rahozhatnak helyszíneket. Tehát én köszönettel veszem, ha beavatnak ebben, és aztán a többit majd megpróbáljuk. Persze. Beleszámítva a saját tévedésünk lehetőségét is. Na most azt tudjuk, hogy az Albis úr
Akármit csinálsz vele. Na most mindegy, csak úgy képzeld el, hogy arra van a hármas határhegy, és azt látom is tiszta időben. De buszba lent, szóval messze el. Mivel úgy busz 30 minutig. Ja. Szóval az Attila, aki egyébként nyagyat a segének. De ezt nem mond vissza neki, majd én visszamondom. Ez fölvett a poénkat. Az exakt kellett, az erre van mondjuk az a szikla, ahogy van. Aha. Amiből az következik, hogy arra van nyugat, tehát nagyjából ahogy lebukik a nap, akkor már tudom, nem süt szembe, meg nem tudom, de akkor még sokáig világos van, mert ugye még... Ezért, tehát este 6 órakor itt már lehetne csinálni mindenféle világítás nélkül. Veszik levente? Szóval, hogy és akkor ott lenne a színpad, és tudod, és hát nem tudom, hogy ez megvalósítható, akkor mit tudom, este 6 órakor elkezdenénk, még gyakorlatilag világos, itt mázi fél homály van. Nagyon minimális fej, esetleg egy fejgép. Három van csak. Itt, hozható ide? Tömíves kelememből. Sok... Megnézem, de ez nem kellene ilyen nagy nevek, mint a Csikós meg a Götz. Nekem egy ilyet. Attilát kértem, mert úgyis az Esztergomban voltunk tavaly tavasz, hogy gyere már ki nézd meg, hogy csináljunk már valamit. Szerintem, és akkor a 80 centi az kevés. Egy mennyi másfél méter? Igaz? Hát én nem tudom, te nézd. Tulajdonképpen én nem tudom. Utána egy ház összedől. Tudod, hogy az pont két vízfolyás között össze. Nem van törve. Léci, kérlek, akkor lassz a gyönyörűségem. Még az is azért egyszerűen beleesett a kút az épületbe, és azért is szokták például leboltozni. Általában a világban. Az elemente, ki ez az elemente? Mit fogsz kérdezni? Milyen cserében nézik? Nem tudom, talált valamit, és kérdez, hogy az a jött. Én nem tudom, és ez a valami cserét, mindegy. De azt azért foglak, mert sajnos kevésbé aluszékony diabolikus. Én ott a mennyeztem. Én megkérem Bugár Mészáros Károlyt, mi a véleménye a Pilisszántói leletekről? Mindenképpen egy
nagyon izgalmas hely ez a Pürisszántó. Mikor jöttem ide, hát természetesen egy kicsit utána néztem, hogy, mik azok a dolgok, amikről majd itt beszélni kell. És hát az mindig egy nagy kérdés volt, amikor az Egyesült Pest, Pirés, Solt, Kiskun, Vármegyéknek, ugye mindegyik egy külön megye volt, merre lehettek a székhelyei. Hát a Pestet azt tudjuk, ugye. Solt is van a Duna mellett, egy átkelő hely. Kiskun részek azok Magács-Kiskun megyéhez tartoznak. A Pirés megye nyilván a Pirés hegységgel a lehatárolható terület. És hát annak a székhelye, gondolom, hogy ott volt, ahol a Pilis legmagasabb csúcsa. A hegyet is így hívják magát, ugye Röcsök hegységet. Hát úgy tűnik, hogy ez a Pilisi hegy, vagy Pilis hegy, ami az egész hegység el van nevezve, és egyben egy nagyon korai, középkori vármegyének is a központja lehetett, nyilván azért, mert jó messze lehetett figyelni, hogy ki merre jár. Védelmi szempontból is, hogy valami a hegy tetején kellett legyen valami nagyon korai település. Fensíkokat szerették. Ez egy olyan valami, mint mondjuk a Szepesi Vár hegyen is van egy, ma is egy falal elkerített igen nagy terület, ahol a lakosság a középkor első időszakában, tehát elsősorban román korban egy kis fővárost, egy territoriális székhelyet produkálhatott, de ilyen volt a Trencsénnek is a hegye. Ezek később királyi támaszpontokként, egészen regionális központokként jöttek ki magukat a felvidéken, tehát három ilyen támaszpont volt. De nagyon érdekes például a Csobánci hegy is, amely nagy fensík, és ott is egy ilyen kis városkának a pincesora látszik a Vár hegyen. Úgy tűnik, hogy az első időkben, amikor a biztonság nem volt nagyon nagy, magas hegyekre települtek azok a központok, amelyeknél az élet valamivel különlegesebb volt a többinél. Nyilván a katonai erő mellett a szellemiség is ott kapott helyet. Én maga a Szántóról is megreszkíroznám azért azt a meggondolást, hogy nem talán valami Il Santo, olasz, a szent szó van itt. És mert azért itt a mezőgazdaság, mint szántásvetés, az nem jellemző, tehát a falu határának jelentős része erdő, nagyon kis rész az, amelyikben szántás mezőgazdaság van. Tehát akkor viszont valami szent helyről van szó, amelyik egy politikai székhely tövében lakik. De eszembe jut például a Berkő kápolna, az ojtozi szorost ellenőrző stratégiai magaslaton, ami ugyanazt a formát adja ki a laprajzban, mint a királyi jogarnak a tetején van ez az egy karé, egy szöglet. Tehát a négy égtáj, négy aléktájégi kapcsolat. Annak még kupolája is van, már kérdés, hogy ez mikori. És a tövében van a Pilis Szentlélek, ugye? Kézdi Szentlélek, érdekes, itt is van egy Pilis Szentlélek, de egy Kézdi Szentlélek falu, ahol egy komoly erődített templom együttes van, de az mondjuk nem olyan magasan van, hogy az párasztó legyen fölmászni, a Perkő kápolna viszont úgy ül, olyan, mintha itt a hegy tetején lenne egy kis centrális templom. Ugye a Perkő kápolna mindig is izgatta a szakmát, mert azt az alaprajzot csak a Székesfehérvár legmagasabb pontján találták meg, és hát mindenki úgy hiszi, van a szakma, és az senki nem vitatja, hogy talán Géza fejedelem sírkápolnája volna. Ez a mai Székesegyház előtt a járdában ki is van rajzolva. Székesfehérváron? Igen. Tehát mondjuk a helyszín az nagyon hasonlít erre a perkői szituációra. Mindenképpen ugye nagy kereskedelmi útvonalak találkozási pontja ez. Tehát elképzelhető, hogy a kultúra itt valaha magasabb volt. Az is, hogy a Lázár Deák térképén is mondjuk Visegráddal, meg Esztergommal, meg Szentendrével van egyenrangba föltüntetve, ez is elgondolkoztató. Tehát, hogyha ott valaki mondjuk régészetileg vizsgálódik, akkor biztos, hogy a hegy tetején körül kell
nézni, de azt mindenki tudja, hogy hegytetején lakni strapás, ezért a hegyalja az mindig győzött. És az maradt fel. És ez lehet maga ez a Szántó település. Most az, hogy írják ugye, hogy a nagy esőben itt végig folyik az utcán mindenféle víz, mert egy ilyen medencében van ez a település. Ez lehet, hogy egy olyan régi probléma, amit esetleg úgy is próbáltak orvosolni, hogy a föld alatti vízfolyásokat összekötötték, tehát hogy kikerülje a felszíni vízet, a víz alul menjen el. Tehát ez lehetett például egy ilyen oka ezeknek a föld alatti járatoknak. Bár meg kell mondani, hogy a legjelentősebb korai települések, tehát Eger, Buda, Bécs, halljuk, hogy Esztergom is rendelkeznek föld alatti járatrendszerrel, és ezek soha nem függenek össze a fenti utcahálózatnak a rendszerével, hanem attól egy teljesen független hálózatot jelentenek. Tehát mind a háromnál ez olyan probléma volt, hogy városi autóbuszok szakadtak be, és egészen kormányzati szintre ment a pince kérdés megoldása. Ugye itt mindig kétféle megközelítés van, az egyik az, hogy ezt eltömedékelik, a másik az, hogy a belső tereket, ami abban értékes, azt helyreállítják. Hát Pécset például nagyon sok olyan pince, belső építészet alakult ki, ami építészeti csodává vált. Még a mai építészethez közelével itt a Dévényi Sándor is gyönyörű pince belsőket építhetett, mert sok pénz volt, és egy kicsit, szóval kevesen látták, és a művészet például a pincékben nagyon tudott burjánzani, mert akinek nem volt humorérzék, az nem is tudta, hogy ki mit csinál. Úgyhogy Dévényi pincét meg lehet nézni Pécset, tehát azok gyönyörűek. De egy Pilisszántól miért voltak pincék? Na most én szerintem, mert hasonló színvonalú településről volt szó. Az, hogy föld alá milyen okból mennek, hát nyilván volt szőlő, ugye itt az látszik, elég még ma is a térképen jelentős szőlőkultúrát mutat. Tehát mondjuk nyilvánvaló a pincék azok a szőlőkultúrával is összefüggettek. Egyébként Pécsettegerben is jellemző a szőlő. Az más kérdés, hogy bizonyos korai kultúráknál bizonyos menedékhely is a föld alatti járatokban. De hát ezek járatok, nem pincék, ezek folyosók. Mondjuk, ha az ember ilyen, hogy mondjam, hegyaljai borpincékben tartózkodik, ezek aránylag keskeny folyosók, a hordók is kicsik, tehát így ekkorák, de ők dicsekednek vele, hogy a pincénk hossza az, mint ami 2,5 kilométer, és az ugyeféle elágazó járat van, és valaki azt nem tudja, hogy kell ott közlekedni. Én több ilyenben voltam, mert agrártörténeti bőmlékek is foglalkoztam. Lenyűgöző, szóval akkor látszik, hogy az ország milyen gazdag. De most ez elképzelhető, hogy volt ennek egy ilyen indítatása. Az, hogy mondjuk remeték laktak volna lent, hát én jártam római katakombákba, vagy a Göremény hegyekbe, Anatóliába, ahol ilyen vélhetően az iszlám megérkezésével összefüggésben a régi keresztények összejöttek egy ilyen jól fúrható, farogható tájon, ahol elég sok ilyen cukorsüveg alakú hegy volt, mint az ementális sajt kifúrva, abban részben lakó részek voltak, részben szentélyek, kolostorok, refektórium, a ülőpadoktól kezdve minden meg volt kőből faragva. Van, amit ma is használnak, van, ahol múzeumszerűen lakják, van, teljesen el van hagyatva. Tehát a kereszteskő, a alapkő, a Pálos kolostor, a Zilibár, ezek mind-mind olyan jelek, amely valami másra utalnak. De nem tudom, hogy mik ezek. Mi ezzel van összefüggésben? Hát a kereszteskő. Ja, hát mondjuk nekem most jelenleg egyik feladatom az, hogy a történeti belső tereket tanítom az egyetemen. Ennek van világi, van szakrális része, és van ikonográfia tantárgy is, ami ezzel összefügg. Most számomra az mindig egy nagyon érdekes vizsgálódás volt. Én a középkori freskókat nagyon sokat gyűjtöttem össze diára, vagy 3000-et, így a Kárpát-medencébe.
És hát ezért maradt én rám az ikonográfia tanítás, mert olyan mennyiségben és variációban senkinek nem volt ilyen anyaga, hogy ezt be tudja mutatni. Viszont mindig a történeti funkcionalitás is érdekel, tehát azon kívül, hogy van egy ábrázolás, az milyen célra került föl a falra. És nagyon sok olyan freskó van egy középkori templomban, amik bizony oltárhátfalként működnek. Azt is tudjuk, hogy mobil oltár felépítményünk nem sok van. Tehát a gyulafehérvári székesegyház románkori gyaníthatóan oltár sztélei közül egy, ami körülbelül egyébként nem sokkal magasabb, ennél egy ilyen férfi és egy nő ölelkezik, ország Joachim és Szent Anna, oltáron állhattak, mint oltár sztélé. Vagy egy-két hasonló faragvány föl van rakva most a templom falába fölfalazott, tehát a legutolsó székesegyház előtti székesegyháznak voltak az oltár retabulumjai. Tudunk oltár retabulumot beépítve egy-két helyen. Egyébként Gyulafehérvár abban a szempontból érdekes, mert van egy ajtó fölötti trónoló Krisztus, két kerúbbal van körülvéve, 11. századi, a technikája megegyezik ennek a technikájával, ennek a kőnek, és két Szentlélek galamb is van, én el is hoztam egy könyvet, amiben erről van ábrázolás. A fej alakja, ez a lefelé keskenyedő megfelel ennek a fejnek. Tehát én nekem egyszerűen az a véleményem erről, hogy ez egy nagyon korai, úgy van, 1020-30 körül készült oltár retabulum, tehát oltárkő, egy templomban belül, méghozzá a tematikáját tekintve a nagycsütörtöki nagypénteki szertartással függ szorosan össze, bár a templomokban majdnem minden fontosabb ünnephez tartozhatott egy oltár. Mondjuk freskó formájában később, 1378-ban, amikor a Veleméri templomnak a déli homlok, diadalív északi homlokfalán van egy kálvária oltár, és egy mestercsapta, tehát három generációs születés oltár van a déli oldalon. Tehát mondjuk ebben az időben egyébként csináltak ilyen templomokat, hogy a szentélyel ellenkező irányban volt egy másik abszis, ilyen Pannonhalmának volt, meg Augustaszernek. És a német országban is vannak ilyen kettős szentélyek, de olyan, hogy ellenkező irányban, tehát keleten is van, mint minden templomnak, de nyugaton is van egy szentély. A nyugati szentélyt csak akkor használták, akkor húsvétkor megtörtént a kereszt, tehát a nagy héten megtörténik a kereszthalál, és van egy ilyen, ugye a harmadnapos interregnum, amikor ugye a Krisztus leszáll a Szent Sírba. Tehát én szerintem ez Krisztus a Szent Sírba. A kereszt az maga Krisztus személye, mint megváltó, és ő, hogyha hármasba jelenik meg, akkor ő Máriával jelenik meg, és Szent Jánossal, Szent János apostollal. Ez egy általános ikonográfiai dolog. A korai időben geometrikusan ábrázoltak ilyesmit, később egyszerűen megjelent a személy alakja. Na most én azért gondolom, hogy ez a skizma, tehát az egyházszakadás előtti időbe készülhetett, az pedig úgy tudom, hogy 1054, de nem sokkal előtte, mert olyan keleti kereszténységet is magában olvasztó formát hordoz a kereszt szárainak körbejárhatóságával. Tehát, hogyha én ebből egy templom alaprajzot készítenék ebből, ami itt van, akkor nekem kijönne a szekszárdi első Béla által alapított templom alaprajza. Na most ez abban a szempontból izgalmas, hogy az, én rengeteg példát tudok rá mondani, különösen a keleti keresztény esetekben, hogy keresztény szimbólumoknak a formáját, ha karélyosan körülveszi valamivel, akkor egy templom alapra jössz ki. Tehát például a Krisztus monogram az egy PX, az valaki 60 fokos szögbe állítja be, tehát nem derékszögbe, bár ilyen változatú templom is van, akkor megkapja a kiszombori kerek templomot. Annak az építés ideje az 953 körüli, tehát a zombor megkeresztelkedése, ez a sarolt apja. És ott is, ha párkányt megnézzük, akkor csúcs sor van.
tehát nem csúcsívsorban, hanem csúcsorban. Tehát az is, hogy használja ez a csúcsokat, egyébként az ilyen 1000 körüli építészetben, Őrzbárton például Angliában, egyébben, nem csúcs, nem félköríveket használtak, hanem néha csúcsok, csúcssort használtak. Egyébként érdekes módon, hogy a vértes szent kereszti templom, amelyik egy 13. század, esetleg 12. század végig, de inkább 13. század elejé alaprajz, az szintén a kereszt formát oly mélyig karéjozza a alaprajzában, mint hogyha mondjuk körbejárt volna egy ilyen motívumot. Tehát én úgy gondolom, hogyha ezt a követ valamilyen úton módon elkezdené körbevinni az országba, és fölállítja a feldebrői altemplomnak az oltárára, azt fogja hinni, hogy ez mindig ott volt. Egyébként itt is látszik, hogy ez állt. Ezen, de mondjuk ez belső építész, bármit a föl akar állítani, és az lapszerű, tesz bele egy hornyot. Ők akkor nem billeg a kő. Ez azért van. De fönt is ugyanaz van. Hát mondjuk a felsőnek is lehet valamilyen egyéb oka, az lehet valami mécses hely, vagy egy. Ugyanaz, párhuzamosan ugyanaz van kivésve, ráadásul kúposan. Tehát kifele kúposan, mintha fedélként használva rátehetik valamire, és az be nem esik. Én sírkőnek nem nagyon gondolnám, mert a sírkövek általában párhuzamosak szoktak lenni. Hogyha egyébként ezt a követ valaki megnéz, ez különösen a fényképeken látszik jól, akkor ezek lehetnek szemek, ez mondjuk az orra, itt a homlokán valami. Most, hogy hát mi lenne ez a fajta dolog? Hát én úgy gondolom, hogy ez a megváltásnak a pillanatáról szól, ami hát mondjuk maga a kereszt halál és a feltámadás, és akkor ezek a Szentlélek kiáradása, ami egyébként a megváltás következménye, tehát mondjuk lehet valami. Most ha megnézzük ezt a bizonyos gyulafehérvári sztélét, ami most a déli kapu belső falára van föl, vagy belső oromzatában van betéve, akkor is ezek az eszközök vannak, hogy kicsit figurálisabban, mert ugye az a kérdés, hogy ez egy korai kvalitásos, vagy egy késői elnagyon. Én inkább a korai kvalitásos mellett lennék, de ez a skizma előtti pillanat, tehát az egyház szakadás előtti lehet. És akkor, ami pedig hát Lővei kollégám mondja, hogy ez egy gótikus mérmű lenne, ez akkor lenne igaz, hogyha nem volna domborművő az a figura benne, hanem az ott lenne benne arra a síkra, és akkor az úgy rendben lenne. De hát ez nem.